Az elmúlt évtizedekben azt jól láthattuk már Borsod megyében, Észak-Kelet Magyarországon, hogy bizony akár néhány fillérért is gyilkoltak meg embereket. Körülbelül egy évvel ezelőtt Sályban volt erre pont példa Borsod megyében, ahol egy idős nénit gyilkoltak meg brutálisan. Mostanában azt látjuk, hogy immár ez a fajta gyilkosság ez megjelenik a Dunántúlon is. Néhány nappal ezelőtt Kislángon, Fejér megyében egy sonkáért gyilkoltak meg egy idős házaspárt. Én azt gondolom, hogy a magyar politikának lassan ki kell húzni a fejét a homokból, hiszen jól látjuk, hogy kialakult egy olyan szubkulturális közeg Magyarországon, ahol bizony az emberi élet nem ér sokat. Azt is látjuk, hogy megdőlt az a liberális dogma, amely arról beszél, hogy ezen közegből kikerülő emberek azért követnek el bűncselekményeket, mert a szegénység determinálja az ő helyzetüket, hiszen ha megnézzük, azért Borsod megye és Fejér megye esetében bőven eltérők a gazdasági különbségek, és bőven eltérők a gazdasági lehetőség akár az egyének számára. Én a magam részéről azt gondolom, hogy ma Magyarországon kétfajta település létezik. Az egyik az, ahol a kiilleszkedett, igénytelen életmód már probléma, a másik pedig az, ahol majd probléma lesz. Azt is úgy látjuk, hogy sem a balliberális kormányok, sem pedig a Fidesz kormány az elmúlt 30 évben nem igyekezett megoldani ezt a kérdést, és alapvetően ki kell mondanunk, hogy nem is nagyon érdeke, hiszen ezen közegből nagy létszámú, könnyen szállítható és könnyen befolyásolható szavazó réteg kerül ki. A Mi Hazánk Mozgalom az egyetlen párt Magyarországon, amely nemzetstratégiai kérdésként tekint erre a problémára, és amely nem csak beszél róla, hanem ki is dolgoztuk a társadalomvédelmi akciótervünket a probléma megoldására, amely alapvetően a törvények szigorítására, a hatósági munka hatékonyabbá tételére és a gyermekvédelem fejlesztésére vonatkozik.